Jó estét kívánok, ez a Kommentár Klub, az M5 kultúrpolitikai magazinja, amelyhez hétről hétre a Kommentár című folyóirat munkatársai szolgáltatják a szellemi muníciót. Mai adásunkban szó lesz a gender különböző definícióiról, a keresztény jelképek szerepéről Nyugat-Európában és a magyarországi globalista-lokalista szembenállásról is. Amivel pedig kezdünk, többértelmű szavak nemzetközi nyilatkozatokban. Mára egyre hétköznapibb kifejezés a köznyelvben a gender szó, azonban a jelentése egyre kevésbé egyértelmű. Még mindig jelenti a biológiai férfit és nőt, azonban már arra a jelenségre is alkalmazzák, amikor valaki mondjuk férfiként, inkább nőnek képzeli magát. Azt fogom javasolni, hogy egész Európában fogadjunk el minden bizonyítottan hasznos és biztonságos vakcinát, és gyorsítsuk fel az oltás folyamatát. Ezzel a javaslattal érkezett Orbán Viktor miniszterelnök a portói EU csúcsra, ahol a tagállamok vezetői egy 10 éves vállalást írtak alá. A magyar és a lengyel miniszterelnök mégsem a javaslataikkal kerültek a balliberális portálok hasábjaira, hanem a zárónyilatkozattal kapcsolatos kifogásuk miatt. Nem értettek egyet ugyanis azzal, hogy a nemek közötti egyenlőség előmozdításáról szóló mondatban a gender kifejezést használják. Orbán Viktor ennek kapcsán azt mondta, a keresztények ezt a szót ideológiailag motivált kifejezésnek tekintik, amelynek a jelentése nem tisztázott. Leszögezte, nem szeretnék összekeverni ezt az ideológiai vitát a férfiak és nők közötti egyenlőség iránti elköteleződésükkel. A két közép-európai kormányfő elérte, hogy a záró nyilatkozatban a nemek közötti egyenlőség kifejezést a mindenkit megillető egyenlőségre cseréljék. Azonban a többi tagállam képviselői ragaszkodtak ahhoz, hogy a férfiak és nők helyett a gender kifejezés maradjon. Egy olyan változás van a szó mögött, hogy nem egyértelmű, hogy mikor jelent férfit és nőt, és mikor minden olyan egyéb mást is, amit az éppen akkor beszélő beleért. A gender szó jelentése a biológiai nemtől odáig jutott, hogy az mára az egyén társadalmi nemét takarja, amely lehet egy permanens vagy éppen változó tulajdonság is. Erről beszélt stábunknak az Emberi Méltóság Központ igazgatója. Frivalszky Edit szerint ez a kifejezés, főleg a társadalmat érintő dokumentumokban való megjelentetése, olyan helyeken borítja fel a rendet, ahol első látásra nem egyértelmű. Azért egy jogszabálynál tudni kell, hogy miről van szó. Az Emberi Méltóság Központ igazgatója az életből hozott példákkal szemléltette. Ha valaki bemondásra azt állítja magáról, hogy nő, és ezért bemehet a női öltözőbe vagy a lányvécébe az iskolába, akkor már érezhető a kifejezés több értelműségéből adódó veszély. Kiemelte, a nemzetközi szintéren mégis egyre inkább a félreérthető változata kerül be az iratokba. Például az isztambuli egyezményben, ami alapvetően a nők védelmét szolgálná, megjelenik az a fajta gender, amit egyébként Magyarország, Lengyelország mindig próbál kiegyenesíteni, hogy a gender az férfit és nőt jelent. Akkor azt mondják, hogy jó, akkor a gender férfit és nőt jelent az ő sokszínűségükben, a nemi sokszínűségükben. Tehát hiába mondja Magyarország és Lengyelország sokszor, hogy ez és nem más, ha tovább megyünk, vagy nemzetközi szinten beszélnek, mint EU csoport, akkor már visszatérnek ahhoz a gender fogalomhoz, ami a nemek sokszínűségét magában foglalja. Azzal kapcsolatban, hogy pontosan mennyi gender létezik, nem találtunk egyértelmű adatot. Viszonyításképpen 2014 óta a Facebookon, ami az egyik legnagyobb közösségi médiafelület, a regisztráció során már a szokványos két biológiai nem mellett 56 különböző egyéb lehetőség közül is válogathatnak a felhasználók. Már a harmadik lehetőség az egyedi lett, ahol egy üres sorba több különböző, akár egymásnak ellentmondó gendert is ki lehet választani. Szerettünk volna rendet tenni ezzel kapcsolatban és tájékozódni a társadalmi nemek fajtáiról és számáról, illetve az ezekkel kapcsolatban elért kutatási eredményekről. Ennek kapcsán megkerestük Gregor Anikót, az ELTE társadalmi nemek mesterszakának egyik oktatóját, Nagy Beátát, az Egyenlítő Alapítvány professzorát, Fodor Éva genderkutatót, illetve a háttértársaságot is, azonban kivétel nélkül visszautasították a nyilatkozattételt. Társadalmilag meghatározott erkölcsi változások, amelyek érvényesülnek a társadalomba,
amelyek nyilvánvalóan azért alakultak ki, mert bizonyos emberek hátrányba érzik magukat, kellemetlenül, diszkomfort érzésük van, akár már gyerekkortól kezdve. Földi Rita klinikai szakpszichológus arra mutatott rá, hogy a gendertudomány arról szól, hogy azok, akik az emberek feltétlen elfogadásában hisznek, próbálják az elfogadást tudományos tényekkel alátámasztani, azonban kevés sikerrel. A szakember elmondta, nincs könnyű dolga azoknak, akiknek nem esik egybe a biológiai és társadalmi neme. Hangsúlyozta azonban, hogy a család struktúrája nagy százalékban befolyásolja az emberek elsődleges szocializációs közegét. A későbbiekben, 5 éves kor után, vagy akkor szilárdul meg gyakorlatilag az azonos nemű szülővel való azonosulás. Ugye azt könnyű belátni, hogyha nincs jelen az azonos nemű szülő, akkor az azonosulás az nehézségekbe fog ütközni, vagy hogyha nagyon ellenséges a kapcsolat. Földi Rita szerint a nem szokványos társadalmi nemet magukénak valló emberek kapcsán elsősorban nem az elfogadással van a baj, hiszen ha ők is akarják, be tudnak illeszkedni a társadalomba. Mint mondta, ha valaki nem érzi magát komfortosan a nemi identitása miatt, annak segítséget kell nyújtani. Azonban ennek nem az a módja, hogy gyermekeken nem változtató műtéteket hajtanak végre. Szóval van, miről beszélgetünk ma este vendégeim. Ma este László András nemzetközi kapcsolatok szakértő, Vágbölgyi Gergely a vasárnap.hu főszerkesztője, Párkányi Eszter az Alapjogokért Központ elemzője, és Nagy Ervin filozófus, a 21. század intézet kutatója. Jó estét kívánok mindnyájatoknak. No hát, nézzük meg ezt az ideológiai motivált kifejezést. Tehát hogy válhat egy kifejezés ideológiailag motiváltá, és milyen ideológiák mozgatják ennek a kifejezésnek az értelmezését? Aztán majd értelmezzük, vagy próbáljuk meg értelmezni, mert elég sokszor használjuk, jó lenne pontosan tudni, hogy mit használunk. Szerintem először kezdjük ott, hogy a gender elmélet, mint tudományos disziplina, sokkal régebbre tolódik, és amikor erről beszélünk, azért látni kell azt, hogy a 90-es évek elején ez egészen mást jelentett. Most Kopp Mária neve jutott eszembe, aki Magyarországon ennek egy nagyon nemzetközileg ismert kutatója volt. Ők azt kutatták, hogy a társadalmi nemek hogy alakulnak át, mondjuk, hogyha Magyarországot nézzük, a szocializmusból való kapitalista rendszerbe való átmenetbe, a rendszerváltoztatás utáni Magyarországra, hogyan alakulnak át azok a nemek a feladatai, amelyek voltak. De a mostani genderelmélet már nem ez. De itt arról van szó, hogy a férfiak feladatai hogy alakulnak át, és a nők feladatai hogy alakulnak át. Igen, és igazából a kutatásnak a lényege az is volt, hogy tud egy nő mondjuk megfelelni annak az új viszonynak, mondjuk egy piacgazdasági viszonynak, ahol a munkahelyekért ugyanolyan harcba kell szállnia a férfiakkal, mint ahogy mondjuk adott esetben a férfiaknak. Tehát, hogy próbálták azt kutatni, és ez volt a lényege, hogy az a fajta esélyegyenlőség, ami egyébként szerintem jogos, mind a munkahely, mind a lehetőség, mind pedig a bérezés tekintetében, hogy ezek milyen módon valósulnak meg. Ez Kopp Mária ezt nagyon szépen leírta. De ma már nem erről szól. Amikor ma már genderelméletről beszélünk, akkor valóban egy ideológiáról beszélünk, annyiban, hogy az ideológiának mindig az a lényege, hogy egyfajta politikai értékrendet próbál erőszakosan terjeszteni, és megvalósítani gyakorlatban is. Itt most ugye azzal állunk szembe, hogy van egy ilyen progresszív filozófia, nevezhetjük ezt egy pót vallásnak is, amelyet nagyon sok európai politikai csoport a bal oldalon, a liberális oldalon magáinak vall. És ezeken keresztül próbálja ezt a gender kutatást úgy eladni, hogy egyfajta, hát mint a vallásokban is vannak ugye parancsolatok, egyfajta előírásként, univerzális igazságként. Tehát, hogy amikor arról beszélnek, hogy a születési nem és a társadalmi nem különböző, és szerintük felcserélhető, sőt, szerintük örvendetes az, hogyha ezeken tudunk változtatni, akkor ők egy progresszív álláspontot képviselnek. Én ezzel szemben konzervatív emberként azt mondom, hogy ez lázadás a normalitás ellen, hívő emberként pedig azt mondom, hogy ez lázadás a teremtett világ ellen. Szilvai Gergely barátunknak van egy kiváló és frissen megjelent könyve, a genderelméleteket elég alaposan bemutatja, az alcíme nagyon izgalmas szerintem most a mi beszélgetésünk szempontjából, ugye töprengések az antropológiai forradalomról. És ez pontosan arra reflektál, amit Ervin mondott, hogy egyfajta lázadást látunk itt a normalitás ellen, tehát forradalmat hirdettek mindazok, akik a genderelméletet a zászlajukra tűzték, és meglehetősen erőszakosan próbálják áterőszakolni egyébként a társadalmon. Gergely ebben a könyvben kiválóan bemutatja ennek a szellemi hátországát,
tehát azt a marxista gyökeret, azt a szélsőséges feminista gyökeret, és azt a, egészen az úgynevezett nagy francia forradalomig visszavezethető liberális vonalat, amely mind-mind hozzájárult valahol ennek az elméleti keretrendszernek a kiépüléséhez. Politológusként én annyit hozzáteszek, hogy foglalkoztam valamelyest ideológiák kategorizálásával. Szerintem vitatható az, hogy egyáltalán ideológiaként írhatjuk-e le, hogyha most a politológia szakeszköztárához nyúlunk a genderelméleteket, de az, amit csinálnak, ami a gyakorlatban megvalósul, vagy amit meg szeretnének vele valósítani, az vitán felülálló, hogy a teremtett rend elleni, hogy a klasszikus családmodell elleni lázadás egyfajta felfordulás előkészítése és véghezvitele a társadalomban. Hogy mi a célja, szerintem majd ezt is ki fogjuk beszélni, több irányú célja is van ennek, de amire nagyon kell figyelnünk, hogy mindaz, amiből táplálkozik, az a klasszikus társadalmat felforgató ideológiai hátország. Én szívesen megnézném, hogy mi van egy nemzetközi szerződésben, amikor mondjuk leírják, vagy egy nemzetközi nyilatkozatban, amikor leírják, hogy a nemek közötti egyenlőség, ez mennyiben más, mint ha azt írják le, hogy a nő és a férfi, vagy a nők és a férfiak közötti egyenlőség. Annyiban az utóbbi üdvös, hogyha szerepel, hiszen biológiailag két nem létezik, bár a genderelméletnek a képviselői ezt is tagadják, sőt, ugye nemrégiben Amerikában, Texasban egy demokrata politikus volt az, aki kijelentette, hogy 6 biológiai nem létezik. És pedig? Azt már nem emlékszem a pontos felsorolásra, de a férfi különböző... női tudtuk igen. követni az ő logikáját, utána elvesztettük a fonon. És nyilván, hogyha valóban az a cél, hogy a férfiak és nők közötti egyenjogúságot, egyenlő esélyeket teremtsék meg, akkor le kell írni világosan és pontosan, ami egyébként, ahogy itt a bejátszóban is elhangzott, a jogszabályoknak célja lenne, hogy tiszták legyenek. Viszont, és itt jön be az ideológia, azért akarják a gender szót használni nagyon sok esetben az isztambuli egyezményben, a pekingi nyilatkozatban és a mostani portói nyilatkozatban is azért erre törekedtek, hiszen ebbe be lehet érteni mindent. És a posztmodernitásnak az egyik célja az, hogy olyan fogalmakat gyártsanak, amik mindent, és annak az ellenkezőjét is jelentetik, mindenki azt ért bele, amit akar, teljesen szubjektív, és ilyen a gender, hiszen eredeti jelentése szerint a férfi és a női nem kategóriáinak egy együttes fogalma volt, ami azt határozta meg, ugye társadalmi nemet, és manapság pedig már beleértik az összes a transzszexualitást, azt is, hogy valaki nem binárisnak vallja magát, tehát elindultunk abba az irányba, és ennek szerintem a 90-es évek, ahogyan itt már elhangzott, az egyik kiinduló pontja, amikor mindent és annak az ellenkezőjét is jelentheti ez a fogalom. De érthetjük akkor ezt úgy is, hogy ha a nő és a férfi egyenlőségéről beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy a társadalomban egyenlő lehetőségeket kell biztosítani ennek a két nemnek, de hogyha a gender fogalmat hozzuk be a történetbe, tehát a nemek egyenlőségéről beszélünk, akkor adott esetben lehet, hogy arról is kell beszélnünk, hogy mondjuk homoszexuálisok fogadhatnak örökbe gyereket, és mindenféle másról is. Vagy például vegyük a kvótákat. Ugye én például nőként nagyon ellenzem a kvótákat, mert hogyha én elérek valamit, akkor az ne azért legyen, mert hogy nőnek születtem, hanem meritokratikus alapon, amiatt, hogy mit tudok elérni, mit tettem le az asztalra. Csak jelezzük, a kommentárklubban nincs kvóta. Pontosan. De hogy ugye nagyon sokan szorgalmazzák például, hogy egy parlamentben legyen 50% a képviselőknek nő. Na most itt az a kérdés, hogy ha elérik mondjuk ezt a célt egy adott parlamentben, mikor jön el az a pont, amikor bejelentkeznek a transznemű nők, ugye biológiailag férfiak, akik nőnek vallják magukat. Ugyanis például a feministáknak van egy irányzata, akik nem fogadják el a transznemű nőket nőként. Akkor hogyan döntik el, hogy ők bekerülhetnek a parlamentbe, és akkor férfiként, vagy nőként számolják-e őket? Vagy akkor, ha már a férfiak és a nők egyenlő arányban vannak jelen egy helyen, a kvóták szerint, mikor jönnek be a nem binárisok? Tehát a gendernek ez a veszélye, hogy mindent bele kell érteni, és idővel szerintem eljuthatunk akár ide, és ez valóban egy felforgató ideológia. Ha már említettük ugye a forradalom kifejezést, a forradalom általában felfalja a saját gyermekeit, tehát még akár azt is megemlíthetjük, hogy ugye a bejátszóban elhangzott, hogy szeretnénk tudni, hogy vajon hány társadalmi nem van, ez egy folyamatosan változó szám, folyamatosan növekvő szám. Pár hónapja olvastunk olyan híreket, hogy bizonyos úgynevezett tanulmányok
szerint 70-valahány társadalmi nem létezik, azóta ezt cáfolta egy másik rendkívül progresszív intézet, rendkívül progresszív tudományos tanulmánya, és több mint 90 társadalmi nemet különböztetett meg egymástól. Tehát Eszter által feltett jogos kérdésre akkor tudunk kontrázni, hogy vajon egy idő után mind a 90, mondjuk 5 társadalmi nemnek lesz kvótája? Mit csinálnak azok az országgyűlések, amelyek kisebb országok parlamentjei, ahol mondjuk az összlétszáma a képviselőknek nem éri el a 95-öt, ott hogyan érvényesítik majd ezeket a kvótákat? Nagyon érdekes volt, hogy beszéltünk ugye arról, hogy nem tisztázott, hogy mit értünk el mögé a szó mögé. Pont ez volt egyébként a 95-ös, Eszter említetted is, a pekingi ENSZ kongresszusnak a nagy csele, ahol behozták olyan progresszív irányzatok, sokszor NGO-k ezt a fogalmat a dokumentumokba, amelyek pontosan tudták, hogy innentől kezdődően nem azt értjük majd a gender szó alatt, hogy mondjuk természetesen azonos pozíciót betöltő férfi és nő ugyanannál a cégnél ugyanannyit keressen. Mert hogy ezen nem vitatkozik senki ma már. Józan ember ezzel nem vitatkozik, természetesen. Józan ember nem vitatkozik azon, hogy a kapcsolaton belüli erőszakot fel kell számolni, mert amíg egy kapcsolaton belüli erőszak is van a világon, az tragédia, természetesen, hanem innentől kezdve elkezdjük beleérteni majd ezeket a műanyag tartalmakat, a gender elméletek tartalmait, viszont ezt rengeteg ország, a résztvevő részes országok túlnyomó többsége nem tudta, hát hiszen náluk ennél fontosabb problémák voltak, mint hogy mit értünk gender alatt, például az, hogy honnan lesz ivóvize egy-egy afrikai országnak, és megpróbálták áterőltetni. Részben sikerrel jártak. Margaret Peterson könyve, aki éppen ugye nálatok jelentette meg magyarul a könyvét az Alapjogokért Központnál. Genderőrület, ugye? Így van, igen. A Genderőrület című. Kiválóan mutatja be egyébként ezeknek a nemzetközi folyamatoknak a hátterét, és azt az agressziót, amivel a tárgyalásokon ezt végigvitték. És ugye van ennek az egésznek egy olyan vetülete, amit Magyarországon nem feltétlenül érzünk, és magyarul nem feltétlenül, mert angolul a gender szó az eredetileg is csak nemet jelent, tehát nincs külön szó arra, hogy nem meg gender. Tehát nem volt egy éles váltás a nemzetközi dokumentumokban, a megfogalmazott szövegekben arra vonatkozóan, hogy na akkor mostantól a társadalmi nemről beszélnek, vagy pedig a biológiai nemről, hanem akár később is visszamagyarázható, újraértelmezhető adott esetben egy-egy dokumentum. És a portói csúcs dokumentuma nem az első ilyen volt, és valószínűleg nem is az utolsó ilyen lesz. Sőt, ha bár ezt Magyarországon nem érezzük, de nemzetközi szinten ez a nyomás a gender ideológiát képviselők részéről, ez egyre növekszik. És itthon nyilván valamennyire ettől még védettek vagyunk, azt gondoljuk, hogy ez nem egy reális probléma, sokan kicsit viccesen kezelik ezt az egész témát, de a helyzet az, hogy amiről már szintén szó volt, kvótákról, egészen konkrét vita zajlik már az Egyesült Államokban arról, ahol a legerősebb ez az ideológia, hogy például a sporteseményeken a nőkkel együtt versenyeznek a férfiak, és ez az iskoláztatásban ott a lányoknak egy nagyon fontos lehetőség, komoly sportösztöndíjak vannak, amivel tovább lehet tanulni, egy sportkarriert lehet elindítani, és ettől tudják adott esetben fiúk elütni a lányokat, egész egyszerűen úgy, hogy azt mondják, hogy de hát én lány vagyok, és akkor ő szerzi meg az ösztöndíjat. Most ugye az történt itt a portói csúcson is, hogy tulajdonképpen a közép-európai vezetők összefogtak ebben az ügyben. Az a kérdésem, hogy vajon mennyire lehet ez hatásos, hosszú távon ez az összefogás, és hogy ennek az összefogásnak mi a gondolati alapja, ami esetleg sikerre vezethet mondjuk legalább európai szinten. Én a Václav Klausnak a könyvébe a Szabadság hullámvasútján ott azt írja, hogy közép-európa kitüntetett helyzetben van. Azért van kitüntetett helyzetben, mert a normalitásnak itt egy olyan energiája összpontosul még, amely energia ellenállhat ennek az egész globális, hát én ideológiának tartom, be ezen lehetne vitatkozni, de az szerintem ideológia, amely bizonyos hát értékeket, ő szerintük értékeket megpróbál a politika területén becsempészni. Ha én keresztény vagyok és keresztény politikát képviselem, akkor én azt szeretném, hogy mondjuk egy szociális csomagban ott szerepeljenek azok az értékek, amelyek a kereszténységnek az értékei. Ők ugyanígy vannak ezzel. A különbség az az, hogy ők nem találnak erre vita alapot, hanem egyfajta univerzális szintre emelik magukat, azt mondják, hogy az, amit ők képviselnek, az a normalitás,
Holott az, amit ők képviselnek, az nem a normalitás, sőt, az egyre inkább ellene mond a normalitásnak. Tehát ez a pluralizmus és a demokrácia halála is, amit a gender ideológia képvisel. Mindenesetre ez nagyon tanúságos, amit Václav Klaus ír, már csak azért is, mert ő hát 80 évesen írja ezt a könyvet, de azt írja, hogy ez valószínűleg nem az ő gyermek életébe fog majd igazán nagy energiává válni, hanem lehet, hogy az unokáinál, de bízik benne. Egyéb iránt a kérdés akkor itt felmerül, hogy miért pont Közép-Európa. És hát ha valaki olvasta Schmidt Máriának az Országból a hazát könyvét, Országból hazát könyvét, vagy a régebbi írásait is, ott mindig megvan az a gondolat, hogy Közép-Európa azért kitüntetett, mert nekünk itt meg kellett harcolnunk a szabadságért. Itt volt a rendszerváltoztatás, amikor küzdenünk kellett a szabadságért, nem adták ingyen. Az elmúlt időszak is miről szólt? A szuverenitás küzdelmünkért. Azok a népek, és Magyarország is, a magyar emberek is, akik megtanulták, hogy milyen az, hogy harcolni a szabadságért, nem pedig megkapták, megtanulták és tovább tudják adni a gyermekeiknek, mert nekünk ugye ez feladatunk, hogy erre emlékeztessük őket, azok a népek sokkal érzékenyebbek egy ilyen erőszakos ideológiára. Tehát ez az egésznek az olvasata, ezért van itt Közép-Európában egy ilyen idézőjelben kegyelmi állapot, szerencsés helyzet, egy energia lehetőség. De ha már szóba került a genderőrület című könyv, azért annak a szerzője azt is mondja, hogy ez tulajdonképpen az egész genderőrület, ahogy ő nevezi, ez a marxizmusnak egy újra fogalmazott változata. Ez mire alapozza? Ugye, ha már érzékenyek vagyunk rá, hát erre azért elég érzékenyek vagyunk. Igen, hozzá is akartam volna tenni, hogy azért itt a 20. században a nemzeti szocializmust, a kommunizmust is át kellett éljék a magyarok, tehát egyfajta immunrendszer kialakult az ilyenfajta ideológiákkal szemben. És amit Margaret Peters mond, az azért nagyon tűpontos szerintem, mert tulajdonképpen a marxizmusban ott az osztályharc ugye gazdasági alapú volt, és jelenleg pedig ott tartunk, ez már a kulturális marxizmusnak és a posztmodernitásnak a része, hogy különböző elnyomó és elnyomotti csoportokat alakítanak ki. Ilyenek például a férfiak, mint elnyomók a nők ellen, ugye a patriarchátust megvalósítva a gender elmélet hívei szerint. Akkor ilyenek a heteroszexuálisok, akik állítólag elnyomják a homoszexuálisokat, tehát most már ez a fajta új osztályharc jelenik meg, erre utal tulajdonképpen a szerző Margaret Peters is. Igen, a kommunista kiáltványból ugye visszavezetik szépen szinte az őskorig az osztályharcot, ugye ez elég szép. Igen. De és most itt eltűnt a proletáriátus, tehát kellett találni egy új osztályt, amit elnyomottként fel lehet tüntetni. Pontosan, és most már és ugye ezt tartja fenn ez a harc az ő hatalmi monopóliumokat. És most már rengeteg ilyen van, és egyébként azt is fontosnak tartom, hogy nem csak kegyelmi állapotban vagyunk, ez egy kötelezettséget is jelent, és egy nagyon kemény feladat az, hogy megtartsuk Európában még a józanésznek a magvát, esetleg elhintsük azt más nyugatabbi országokba is, mert remény azért van, úgy gondolom, például Olaszországban, hogyha egyszer mondjuk hatalomra kerülne miniszterelnökként Salvini, akkor azért úgy van esély arra, hogy ők is visszatérjenek a józan kerékvágásba, de hogy ki kell hangsúlyozni, hogy a nők és a férfiak azok jogaikban egyenlőek, egyenjogúság van, de soha nem tudnak teljesen egyenlőek lenni, mert nem is kell, mert Isten őket férfinak és nőnek teremtette, és ezért különböző feladatokat adott nekik, hogy kiegészítsék egymást, tehát nem kell arra törekedni, hogy férfiak legyenek a nők, és nők a férfiak. Igen, de ha már itt tartunk, azért a genderelmélet képviselői azért ezt a biblikus megközelítést, ezt az elnyomás egyik eszközének tartják. De mit szóltak ehhez? Egy részük ugye támadja a Bibliát, a másik pedig azt fel akarja használni. Létezik, még nem ástam bele magam annyira mélyen, de létezik az úgynevezett queer teológia, ahol bibliai idézetekbe próbálják belemagyarázni azt, hogy például teljesen eretnek gondolatokat, hogy Jézus homoszexuális volt, és ezért nem nősült meg, hogy tulajdonképpen Dávidnak, Jonatánnal homoszexuális kapcsolata volt, és hasonló dolgokat magyaráznak bele, miközben nyilvánvaló... De ez a gyakorló sátánizmus, is onnan eredeztethető, hogy letagadták Jézusnak az isteni létét, és azt írták az első sátánisták, hogy valójában ő egy római katonának a gyermeke, de ugye ebben nem is szeretnék belemenni, ez egy sátánista gondolat volt, és ez nagyon hasonló, amit mondasz. Igen, csak az a baj, hogy nagyon sok, tehát hogy vannak azok, akik
laikusok és úgy foglalkoznak a queer teológiával, de nagyon sokan vannak egyébként egyházi berkeken belül is, akik ezt képviselik. Az előbb belefolytottam a szót. Tehát ugye ez úgyis egy olyan szempontból is egy a szocialista ideológiára hajaz, hogy ez is egy totalitárius elmélet és politika. Tehát itt lehetne beszélni gender ideológiáról és gender kérdésekről és azok számáról hipotetikusan is, vagy egy skifiként lehetne róla beszélni, ahogy beszélünk elfekről, meg trollokról, meg kentaurokról regényekben és könyvekben, de ennek egy nagyon súlyos és komoly gyakorlati következménye van, hogy a nemzetközi szerződésekkel gyakorlatilag be akarják csempészni a nemzeti jogalkotásba. Ahogy az Eszter is mondta, itt egy áldozati csoportot próbálnak kitalálni, akit meg lehet védeni, ezért is beszélnek erről nagyon sokszor emberi jogok védelmezői, olyan csoportok, akik magukat emberi jogok védelmezőinek állítják be, és az egész ez leplezetten kerül bele a közéletbe, leplezetten kerül bele aztán a politikába is, és ugye itt az egésznek nem azzal van probléma, nem ott van a probléma, hogy ki minek gondolja magát, hanem az, amikor ezt el akarom ismertetni kötelezően másokkal, el akarom ismertetni az állammal, a közigazgatással, és adott esetben kirekesztőnek és sértőnek és büntetendőnek állítom be azt, hogyha valaki nem annak tart, aminek én magamat tartom. És itt kezdődik a probléma, volt egy ilyen törvény egyébként Kanadában, ennek az ez ellen való tiltakozásból szerzett nagy hírnevet, nemzetközi hírnevet Jordan Peterson, aki pont azt mondta, hogy ha megöljük, ha szankcionáljuk azt, hogy valakit úgy nevezek, ahogy ő nem gondol magára, mondjuk férfinak nevezek valakit, aki magát nem annak tartja, ezzel őt megsértem, és én pedig szankcionálható vagyok, akkor gyakorlatilag a szólásszabadság vészel, a véleménynyilvánítás szabadsága vészel, és ezek nélkül pedig nincs demokrácia. Tehát gyakorlatilag ez az ideológia, ez egy totalitárius rendszer, amiben mindent bele akarnak. A társadalmat át akarják alakítani, a kultúránkat, és a gazdaságot is, a politikát és a gazdaságot is, nagy cégek is, gyakorlatilag gyakran a munkavállalóik által kényszerítve vannak arra, hogy ilyen vagy olyan gender ügyben foglaljanak állást, és tréninget tartsanak a munkavállalóiknak, és a többi. És van még egy nagyon érdekes búvópatakként működő eszközrendszerük, amire az elméleti rendszer kritikusai nagyon pontosan rámutatnak, hogy a bírósági rendszert hogyan használják fel ezeknek az elméleteknek a lobbistája arra, hogy a demokratikus kereteket kijátsszák, vagy megkerüljék. Erről, hogyha megnézitek, csak két mondatban van egy nagyon friss tapasztalatunk, mert mi a vasárnappal pont ezen a héten jártunk bíróságon egy sajtóper keretében, mert egy cikkünkben lemertük írni azt, hogy biztos, hogy a legjobb dolga egy gyermeknek egy két apukás családban van-e. Nem úgy kéne esetleg hozzáállnunk a kérdéshez, hogy mi a gyermek érdeke, elsődleges érdeke. Valószínűleg az, hogy egy édesanyja és egy édesapja legyen, és nem az, hogy egy apa meg egy apuci vigyázzon rá. Szülő egy, szülő kettő, mint a franciáknál. Ebből lett egy sajtóper, amit ráadásul első fokon úgy vesztettünk el, hogy a mi tanúinkat meg sem hallgatta a bíróság, tehát arra sem volt hajlandó, hogy kvázi egy igazságos tárgyalást folytasson le. De pont ez mutatja meg a gyakorlatban, ugye, hogy ezekkel a kerülőutakkal hogyan játsszák ki a demokratikus keretrendszert? Úgy mondják, hogy a döntéshozatal kiszervezése, tehát hogy amikor politikai úton nem sikerül, akkor a bíróságok révén, egyébként csak felhívnám a figyelmet, mi most az Alapjogokért Központtal, közösen az Orda Jurisszal kezdtünk egy petíció. Kezdtünk egy petícióban aláírásgyűjtésbe, mert hogy az Európai Bizottság által közített javaslatból, aminek hivatalosan az indoka, hogy itt a szülői státuszt határokon átívelően el kell ismerni, valójában arról van szó megint csak az ilyen ideológiai nyomásgyakorlás, hogy ha egy tagállamban, nem is csak egy hatóság, hanem elegendő, hogy bíróság kimondja, hogy mondjuk egy gyermeknek két azonos nemű szülője van, akkor azt kötelező legyen elismerni más tagállamokban is, ez megint csak egy jogi kiskaput hozna létre. Holott a családpolitika az a nemzeti parlamentek szuverén döntési kompetenciája. Igen, pontosan, tehát hogy ez egyáltalán nem lenne az Európai Bizottságnak erre hatásköre, de persze találtak hivatkozási alapot, és azt mondják, hogy ez az uniós polgárok szabad mozgásának és letelepedésének jogát sérti. Eszter, az előbb már beszéltünk egy kicsit a kereszténységről ebben az összefüggésben, úgyhogy
most folytassuk ezzel a témával. Angela Merkel, német kancellár szerint a vallási szimbólumoknak nincs helyük az állami szektorban, mivel az államnak semlegesnek kell lennie a vallásokkal kapcsolatban. És hát akkor nézzük meg ennek az igazságát. Ugye érdekes, hogy Németországban is, azért Bajorországban pedig kifejezetten kiteszik a kereszteket. Szóval most akkor hol van az igazság, Angela Merkelnek vagy Söder úrnak van igaza? Söder úrnak. megint egy fából vaskarika, amit a liberalizmus hirdet, ez a semleges állam eszménye, ami igazából minden ideológiától és eszmeiségtől semleges, kivéve a liberalizmustól, hiszen a liberalizmus követeli a semleges államot. Tehát ez is egy nesze semmi fogd meg jól. Én azt gondolom, hogyha egy hivatal, egy iskola, vagy akár egy konkrét hivatali dolgozó, elkötelezett keresztény, az ő identitásához hozzátartozik az, hogy mondjuk hisz Jézus Krisztusban, akkor ő nyugodtan tehesse ki az irodájába a keresztet. Mint ahogy egyébként nekem azzal sincsen problémám, ha valaki elkötelezett zsidó, és zsidó jelképet helyez ki az irodájába, mert az ő lelkét emeli, ha arra rátekint, az neki egy plusz motivációt, egy plusz belső felhajtó erőt ad a hitén keresztül. Hát miért ne imádkozhatna akár az irodájában? Tehát nagyon veszélyes ez a merkeli nyilatkozat, ami egyébként megint csak ugye a progresszív erőknek enged, és ugye, ahogy Eszter említetted a kereszténységet és abban lévő teljes vadhajtásokat vagy tévutakat, pont ez a progresszív keresztény irányzat, ami éppen Németországban már borzasztó erős, látjuk a szinódusi út egyébként zsákutcáján, egyházszakadáshoz is vezethet, sőt, vannak olyan teológusok, akik szerint gyakorlatilag már bekövetkezett ez az egyházszakadás. Balsi Balázs atya is értekezik például itt Magyarországon erről. Mert hogy csak érintsük egy pillanatra, arról van szó, hogy a német püspökkar egy része úgy gondolja, hogy nyugodtan összeadhat, tehát hogy egyházi esküvője is lehet, homoszexuális pároknak, stb. A másik része pedig úgy gondolja, hogy ezt nem lehet megtenni. Minimum megállhat egy nemű párokat, de vannak, akik az összeadás mellett is lándzsát törnek, és más egyébként más társadalmi kérdésekben is egy hatalmas nagy hasadás látszik a kereszténységen belül, és ez az úgynevezett szinódusi út, amit valójában egyébként nem egy egyházjogi státuszú szervezet, hanem egy laikus hívekből, elsősorban laikus hívekből felépülő szervezet szorgalmaz, és próbál erőszakosan átvinni a német katolikus egyházon. Ez a szinódusi út, ez pont ezeken az érzékeny társadalmi közéleti vitapontokon keresztül próbálja érzékenyíteni a keresztény közösséget, azt a keresztény közösséget, ami például Németországban, több más nyugat-európai országban folyamatosan erodálódik. Na jó, de akkor mi is történik valójában? Ugye a kereszténydemokrata kancellár azt mondja, hogy ne tegyük ki a kereszteket az állami intézményekben. A német püspökkar pedig enged a hívek nyomásának. Mi történik? Tehát valójában a hívek vagy a szavazók nyomásának enged a politika, vagy ő generálja ezt? Hogy van ez a folyamat? Szerintem ez egy nem működő multikulturális társadalomnak a következménye. Ez ott merül föl, ahol gyakorlatilag különböző hitű vagy meggyőződésű értékrendszerű társadalmak működnek párhuzamosan, és ez annak a jele, a saját szimbólumoknak a feladása vagy tudatos kiirtása az a nem működő párhuzamos társadalmaknak az egyik jele. Itt nem arról van szó szerintem, hogy egyház és állam szétválasztása, azért az Európában meg a nyugati világban majdnem mindenütt megtörtént, de az csak annyit jelent, hogy az egyház nem szólhat bele állami döntésekbe, és egyébként fordítva is, amiről sokkal kevesebbet beszélünk, hogy nem szólhat bele, de az nem azt jelenti, hogy fel kéne adni azt az értékrendszert egyébként, ami az évszázadok alatt egyébként keresztény Európában kialakult. Az a normarendszer, azok a társadalmi normák, amely kialakultak évszázadok alatt Európában, az a kereszténységből fakad. Az a görög-katolikus, görög-római hagyományból fakad, a zsidó-keresztény kultúrából fakad, abból alakult ki, hogy mit tartunk jónak és rossznak, az alapján fogalmaztuk meg a törvényeinket. Ki lehet belőle vonni a hitet, ki lehet belőle vonni a mögöttes értékrendszert, de az előbb-utóbb olyan lesz, mint egy letépet virág, hogy odaadhatjuk, és az 2-3 napig szép, de gyökerek nélkül, ha elveszítjük azt, hogy honnan jön ez, és miért azt gondoljuk, miért az az érték, miért az a norma, akkor idővel az el fog száradni, és ki fog pusztulni, kiüresül. De akkor ezzel együtt azt is mondod tulajdonképpen, hogy annak, hogy ezt megakadályozzuk, nem az a pontja, amikor már kialakult ez a társadalom, hanem ennek a társadalomnak a kialakulását kell megelőznünk valójában.
Így van, ezt is mondom, illetve azt, hogy nyilván kérdéses az, hogy itt azért nyugati társadalmakban arról van szó, hogy az európai eredendően keresztény társadalom mond le a saját szimbólumairól a tömeges iszlám lakosság miatt, és valós vagy vélt nyomására. Tehát azért ne legyünk álszentek, nagyon sokszor ateista, európai, itt született emberek azok, akik üldözik a keresztény jelképeket. Meg egy összetett kérdésről van szó, tehát nem ott kezdődik, hogy Merkel ezt kinyilatkoztatta. A korábban az ő vezetése alatt álló kereszténydemokrata unió az valójában már csak nevében keresztény, hiszen egyébként van muszlim szárnya, kimondottan egy muszlim szárnya ennek a pártnak. A másik dolog az, hogy amikor 2015-ben a migrációs válsággal bejött több millió muszlim vallású ember, akkor például Svédországban önként ajánlották fel a templomok azt, hogy ledöntik a keresztet a tetejéről, mert hogy ott zavarta azokat, akik el voltak szállásolva bevándorlókként, menekültekként. Az egy másik probléma, hogy aki menekült, az nem örökre szóló meghívást kap, hanem ugye ideiglenes a menekült státusz. Ezt nagyon sokan Európában nem akarják belátni. Viszont visszatérve arra, hogy mit jelent gyakorlatilag az, hogy semleges egy állam, az nem azt jelenti, hogy kidobja a történelmét és a kultúráját. Tehát Magyarországon az, hogy itt keresztény, konzervatív kormányzás van, vagy az, hogy keresztény értékeket akarunk megvédeni európai szinten is, az nem azt jelenti, hogy mindenkit beterelünk a templomokba, és kötelezővé tesszük, hogy misére járjanak, hanem azt jelenti, hogy ezeket a keresztény gyökereinket őrizzük meg, amik ezer évesek, és gyakorlatilag az alaptörvény is az államalapításig vezeti vissza a keresztény értékeket és Magyarország létét. Azelőtt nem beszélünk arról, hogy itt ugye pogányok voltunk, megvesztük. Hát, ha azok voltunk, ezen is vitatkoznak a történészek azért, persze, hogy mikor csak találkozott a magyar nép először a kereszténységgel. Nem érték semlegességet jelent az, hogy vallásilag semleges. Ez nagyon tetszett, amit mondtál, már csak azért is, mert itt tudjuk szerintem megragadni a különbséget, hogy mi konzervatívak, hogy gondolkodunk szembe a progresszívekkel, mert ugye azt el tudjuk mondani, hogy mi nem tetszik, de azt is el kell tudni mondani, hogy mit szeretnénk. És ugye a konzervatív ember a mostban él, hát ő most látja a problémát, a jelenbe a valóságot próbálja megragadni, most cselekszik. Nem azt mondja, hogy fogyatkozik a magyarság, fogyatkozik Európa lakossága, és majd létrehozunk egy multikulturális társadalmat, ahova a bevándorlók majd megérkeznek, és majd újra sikerül a demográfiai számokat javítani, hanem nem, most kell cselekednünk, most kell családtámogatási rendszert adnunk, most kell olyan támogatási anyagi és szellemi támogatást nyújtani a házaspároknak, ami majd be fog teljesülni. Tehát igazából itt látszik, mert a progresszióban sosincsen jelen. Abban nincs végpont, a progresszióban mindig előre való gondolkodás van. Mindig egy olyan gondolkodás van, hogy az nem elég, ahol vagyunk. És valóban az, amiről beszéltél, hogy amikor arról beszélnek, hogy értéksemlegesek, akkor voltak éppen beállnak egy ilyen progresszív alapállásba, mert azt mondják, hogy a kereszteknek a levétele az iskolák faláról, az egy progresszív cél, mert haladunk az egyre értéksemlegesebb európai világ felé. Holott ez nem arról szól. Az egy erőszakos terjeszkedő ideológia, ami az egyik oldalon van, mi meg itt vagyunk a másik oldalon, konzervatív emberek, és nekünk nem csak azzal kell foglalkoznunk, hogy mi nem jó, hanem azzal is, hogy mit tudunk tenni a mostban. És ez szerintem nagyon fontos dolog. De akkor nézzük meg, hogy mit tudunk tenni a mostban, mert ugye itt van a harmadik témánk, Magyarország. Az elmúlt évtizedben hagyományosan bal és jobb oldalt részben felülíró új kulturális törésvonal, globalista-lokalista szembenállás itthon is átrendezte egy kicsit a politikai viszonyokat, és ez azt hiszem, hogy összefüggésben van azzal, amiről most beszélünk. Tehát ugye 2022-re néz azért már mindenki a magyar politikai életben, hogy van ez bal és jobb, népies urbánus, globalista, lokalista, milyen törésvonalak vannak most? Úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb így, hogyha már Európában vagyunk, akkor az a föderalista és szuverenista, ami gyakorlatilag megfeleltethető nagyjából ennek a globalista, lokalista megfogalmazásnak, hiszen vannak azok, akik az Egyesült Európai Államok felé kormányoznák az országnak a kormányrúdját, és vannak azok, akik pedig azt mondják, a jelenlegi kormány ilyen, hogy nemzeti kézben kell tartani minél több jogot és hatáskört, hiszen egyébként az elmúlt
egy évtizedben, vagy durván 15 évben nagyon sok esetben láthattuk azt, hogy a nemzeti kormányok tudnak hatékonyan és gyorsan cselekedni. Ilyen volt ez a gazdasági válság, a 2008-as, ilyen volt a migrációs válság, és jelenleg is ebben élünk a koronavírus járvány most már harmadik hullámának végén, de gyakorlatilag Európában még nem vagyunk ezen túl, hiszen nagyon sok olyan ország van, ahol nem olyan gyors és hatékony az oltakozási kampány, mint nálunk Magyarországon. Tehát azok, akik a nemzeti kormányokat támogatják, azok a lokalisták, és a globalisták pedig ezek az internacionalista, föderalista, Egyesült Európai Államok hívei. De ez tényleg felülírja a bal jobb felosztást, vagy azért valahogy ennek megfelelően alakul ki? Hát, hogyha megnézzük, akkor Magyarországon a Jobbik az, amelyik eredetileg nemzeti radikális párt volt, most már betagozódott a baloldali ellenzéki pártok közé, de azt hiszem, hogy ezt megnézhetjük az Európai Parlament szintjén is, tehát nem véletlen, hogy például a Fidesz, a kormánypárt kivált az Európai Néppártból, ott azért az már csak nevében kereszténydemokrata az a párt is. Nevében sem. Már azt is kivették, de csak annyit hozzátéve, hogy itt ugye tényleg Európában itt a szuverenista, nem szuverenista, vagy hát föderalista törésvonalról van szó, és tényleg azt látjuk, hogy a válságok megerősítették, tehát felerősítették ezt a törésvonalat, ami korábban nagyjából el lehetett helyezni adott pártokat egy olyan koordinátorrendszerbe, hogy inkább liberális, vagy inkább államilag irányított gazdaságpolitikát követnek, inkább liberális, vagy konzervatív társadalompolitikát követnek. Most ezt a felosztást, ebbe a felosztásba a válságok miatt, amit az Eszter is említett, új ügyek kerültek napirendre, amik nem illenek bele ebbe a felosztásba. Megjelent a föderalista-szuveranista törés, megjelent ugye a migráció kérdése kapcsán a bevándorláspárti, nem bevándorláspárti, habár teszem hozzá sok olyan kérdés, mint most ennek a járványnak a kezelése is, a migrációs válságnak a kezelése is, igazából beleilleszkedik ebbe a szuverenista, föderalista törésvonalba, és ez egyre erősebb, mert azt látjuk, hogy ki oldja meg a problémámat. Nem az érdekel, hogy elvben milyen politikát akar képviselni egy párt vagy egy kormánykoalíció, hanem az érdekel, hogy megoldja a problémámat. Mit mond rá? Mert lehet olyan szlogeneket pufogtatni, amiket a magyar baloldal is szeret, hogy európai megoldás kell, na de az, aki mi az? Mi az? Mikor? És tényleg megoldja a problémámat. Tehát lehet közösen is azt mondani, és akkor lehet európai megoldás, hogy azt mondjuk, hogy állítsuk meg az illegális bevándorlást és a tömeges bevándorlást, lehet azt mondani, hogy közösen szerezzünk be vakcinát, de akkor az tényleg legyen jobb, mint hogyha nemzetileg próbálom megoldani. Az nem működik, hogy európai megoldást akarunk, mint elvből, de aztán az a megoldás az rosszabb, mint hogyha a nemzeti kormányok egyenként cselekednek. Igen. Mi a 21. század intézetnél ezzel nagyon sokat foglalkozunk, a szuverenitás és a szuverenitással szemben álló föderalista gondolkodásnak az összehasonlításával, és nagyon sok tanulmányt is írtunk ezzel kapcsolatosan. Annyiból árnyalnám a képet, bocsánat, hogy valóban felülírta részben a klasszikus jobb és baloldalt. Viszont szerintem továbbra is használhatjuk ezeket a szavakat. Egyrésztről azért, mert a baloldal romjain jött létre az a fajta globalista, föderalista gondolkodás, amely nem nemzetállamban gondolkodik, amely azt gondolja, hogy európai Egyesült Államokra van szükség, és azok a konkrét politikai ügyek, amiknek szerintem a leginkább tetten érhetők, amikről ti is beszéltetek, egy válságkezelés nézek, különösen kiéleződnek. És mi úgy gondoljuk, hogy a jobb oldal pedig azért nevezhető most jobb oldalnak, mert pontosan nemzeti alapra állt, és ez, ha úgy tetszik, egy újra tervezése ennek a történetnek, de ugyanakkor a hagyományai is a jobb oldalnak mindenképpen a nemzeti szuverenitás gondolatához kapcsolódik, most pedig ez még inkább kiéleződött. Pontosan ezért van az, hogy ha megnézzük az európai zöldeket, ott is ketté vágta, ott is vannak lokalisták és globalisták, és az Európai Néppártot, talán ez volt a leglátványosabb, ami egykor hagyományosan a jobb oldali néppárt volt Európában, azt meg még inkább ketté vágta, tehát vannak olyan
hát talán most ők vannak többségben, akik tartottak a globalista oldallal, és gyakorlatilag ezáltal a baloldal, az új baloldalra sodródtak át. Még vannak olyanok, és akkor itt azért legyünk szerintem pontosak, nem csak Magyarországról van szó, vagy nem csak Orbán Viktorról van szó, hanem azért itt több más erős politikusról, Salviniről, Morawieckiről, tehát itt a lengyel miniszterelnök is említhető, és még sok-sok más olyan politikus, akik most fognak ehhez kapcsolódni. Tehát mi azt látjuk, hogy egy átrendező van, egy újrarendeződés van. Minden képlékeny, a szavakat használhatjuk továbbra is, a jobb és a bal oldalt, viszont tudnunk kell, hogy mi van mögötte. Tudnunk kell, hogy mit jelent a jobb oldaliság, tudnunk kell, hogy mit jelent a bal oldaliság. És ez a szembenállás viszont már Magyarországon is egyre inkább kéleződik. Ha úgy tetszik, az az a fajta összefogás, amit látunk az ellenzéki oldalon, az annak az importálása, annak a politikának az importálása, a globalista gondolkodásnak az importálása. És ezzel áll szembe az elmúlt 10 évben az az Orbán kormány, ami mögött azért egy nagy társadalmi többség van, ami egy szuverén gondolkodást képvisel. És valóban igazad van egyébként, teljesen jól mondtad azt, hogy a válságok pillanatában látszódik meg igazán a különbség. A vakcina esetében is, hogy nyúlunk egy problémához. És hát ugye most, hogyha megnézzük a tapasztalatokat, akkor a nemzetállamok jobban vizsgáztak, mint a nagy Európai Unió adminisztrációja, de hát nyilván ez egy hosszabb történet, ez egy folyamatos küzdelem. Egyetértek azzal, hogy a szuverenista lokalista erők és a föderalista, internacionalista erők felosztása az nagyjából ugye lefedi a régi klasszikus baljobb dihotómiát, és nagyjából ugyanazokat találjuk a törésvonal két-két oldalán. Nagyon érdekesnek tartom apró adalékként azt, hogy egyébként mi történik azokkal a baloldali gondolkodókkal. Nézzük meg például Schiffer András példáját, akik felismerik a baloldal válságát, felismerik az internacionalista és föderalista erők által jelentett veszélyt, és ellépnek, megmaradnak baloldalinak, megmaradnak, mindenben hisznek továbbra is, amiben addig hittek, hiszen ez egy tiszta baloldali gondolat, de igenis oda lépnek, és azt mondják, hogy nem, szuverenitást akarunk, mi nemzetállamokat akarunk, mi szeretnénk lokális megoldásokat a problémákra, azokat hogyan söpri el a gépezet, azokkal hogyan viselkedik a nemzetközi baloldal. Ez egy nagyon-nagyon fontos tanulság számomra. Igen. Pont azért, mert én például nagyon remélném azt, hogy a magyar baloldal képes lesz ezt egyszer megújulni. Keresztény emberként is azt gondolom, hogy egy tiszta szociáldemokrata pártra nagy szükség lenne Magyarországon, de amíg így bánik a nemzetközi baloldal ezekkel a gondolkodókkal, addig erre a megújulásra én nem sok reményt látok. Igen, hát ez az, amiről beszéltünk, hogy átalakult, mert azért Magyarországon volt nemzeti baloldal, hogy? Tehát a két világháború között, meg még az utána időszakban is lett volna, hogyha az az internacionalista szovjet erő nem veri őket szét. Tehát azért azt lássuk, hogy ennek volt történelmi előzménye. De ma én erre egyébként veled szemben azért kevés esélyt látok. Tehát a reményeiddel szemben... Ja, reményem van, csak nem vagyok optimista. Tehát mivel ma sokkal jobban lefedi ezt az egész politikai dimenziót, az az erőszakos, hát az, amiről beszéltünk, ez az erőszakos progresszív baloldal, hogy ma sokkal kevesebb esélye van egy baloldali gondolkodónak, egy baloldali csoportnak nemzeti politikát képviselni. Na jó, de hogyha így van, ahogy említetted az előbb, akkor kik között zajlik majd 2022-ben a választás? Mert ugye, ha így van, ahogy mondtad, hogy külföldről is hatást gyakorolnak erre a baloldalra, akkor valójában a lokalista vagy szuverenista pártok között, vagy párt között, és a másik oldalon ki van? A baloldal van, vagy pedig egy globális erő a, nem tudom, világbankkal, a különböző nemzetközi szervezetekkel és egyebekkel? A progresszió. Én ezt úgy fogalmazom meg saját magamnak, hogy 2022 a progresszió és a konzervatív keresztény értékrend hatalmas nagy csatája lesz. Ennek ugye vannak globális tech cégeket meg kell például mondanunk, pontosan, amelyek nyilván ezen az oldalon, már a globalista oldalon fognak fellépni. A globalista progresszív oldalon lépnek fel, ez teljesen egyértelműen látszik, igen, és hatalmas nagy pénzek mozognak, nagyon komoly érdekkörök mozognak, amiknek nyilván a teljes gépezetben bizonyos szempontból egy nagyon pici darabka Magyarország, de amíg Magyarország precedenst jelent, amíg Magyarország lázadni tud, pont az antropológiai forradalom ellen is, hogy keretezzük egy kicsit a műsort, addig Magyarország számukra veszélyes. Igen, csak ugye itt azt is szerintem fontos látni, hogy a magyar baloldal általában nem rendelkezik egy jövőképpel az ország sorsát illetően, nem tudják pontosan meghatározni, hogy mit kellene csinálni, hogy vannak persze programpontjaik 4 napos munkahéttel, meg 35 éves korban kivehető nyugdíjjal, de ezek nem az ország jövőjének több évtizedes
következő jövőjének az alapjait adják meg. Tehát itt nagyon nagy hatással tud lenni ez a globalista, progresszív erőcsoport, hiszen azt láthatjuk, hogy nagyon sok ötletet, geget, amiket mondjuk Facebookon vagy valahol a közösségi médiában kitesznek, azt külföldről importálnak. Témákat is nagyon sokszor külföldről importálnak, tehát hogy ez szerintem különösen a kampányban lesz majd fontos, hogy erre figyeljünk, hogy mik azok a témák, amiket ők behoznak, de valószínűleg, hogyha megválasztásra kerülnek, akkor ez is nagy hatással lesz. Igen, és egyébként nagyon ravasz ez az egész baloldali, kulturális hegemónia, már csak azért is, mert a globalista szemléletbe belecsempészik azt a fajta világpolgáriságot, aki szereti az egész világot, aki jót akar a világnak, lásd a klímával kapcsolatos, nem tudom, minek nevezzem, probléma megoldási kísérletet, és akkor nagyon, nagyon diplomatikus voltam. Ugye ők az emberiséget akarják megmenteni, és ez nagyon jó hívószó a fiatalok számára. Kölcsei írja intelmeiben az unokaöccsének, hogy az emberiséget nem lehet szeretni, az emberiségnek nem lehet boldogságot adni, egy-egy embert lehet szeretni, és a házad népének és a hazádnak lehet boldogságot adni. Na ez a különbség a lokalista és a globalista között. A lokalista az mindig tudja, hogy hol és ki az a konkrét közösség és ember, akinek ő tud valamit adni, nem pedig elhazudja a nagy... Egyébként eszembe jutott közben Ibsennek a Vadkacsa című drámája is, Gregor Svellen benne az egyik kultszereplő, aki szereti az emberiséget, de ugyanakkor a mellette lévő ember gyűlöli. Tehát ezt azért látni kell, amikor a baloldalnak a világ megváltó gondolatait halljuk. De Eszternek szerintem nagyon igaza van abban, hogy Magyarországon a baloldalnak igazából nincs víziója és nincs mondani valója. Tehát azt látjuk a 2019-es önkormányzati választások óta is, hogy hiába kerültek vezető pozícióba egyes településeken, nincs üzenet, nincs együttműködés, nincs felmutatható eredmény, ebből kifolyólag tényleg a kívülről jövő ötleteket importálják, és abból próbálnak majd megélni. És ne becsüljük ezt alá, Amerikában, az Egyesült Államokban Joe Biden gyakorlatilag úgy kampányolt, hogy nem volt igazi programja, próbált ő is megfelelni a párt két szárnyának, ezért igazából nem mondott semmit, a járványra hivatkozva nem nagyon szerepelt, nem volt üzenet, ennek ellenére győzni tudott egy szoros versenyben. De az milyen demokrácia? Tehát azért ott, tehát ha valaki most csorbát szenvedett a demokrácia kioktatásában, az az Egyesült Államok. Tehát nagyon vicces, amikor az Egyesült Államok Észak-Koreát kioktatja a demokráciából, holott az Egyesült Államokban is ugye hát láthattuk, hogy a választások után mi történt. Na hát innen folytatjuk a következő alkalommal, mert még annyit mindent meg kell néznünk, szuverenitás, politikai, gazdasági és egyéb szuverenitás, tehát jó lenne még ezt elemezgetnünk. Na hát nagyon szépen köszönöm a ma esti beszélgetést nektek. Kedves nézőink, ez volt már a Kommentárklub, adásunk visszanézhető a mediaclip.hu/kommentárklub oldalon. Várjuk Önöket a jövő vasárnap is, viszontlátásra!